Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. 17. alkalommal rendezte meg hagyományos bálját a Nóéhegyi Szent István Borlovagrend. A találkozón bejelentették, melyik nemes nedű reprezentálja 2019-ben Székesfehérvárt. 17. alkalommal rendezte meg bálját a Nóéhegyi Szent István Borlovagrend. A Magyar Király szállodában megrendezett farsangi találkozón az újbor ünnepén megjelent Kocor Kálmán, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnök nagymestere is. A magyar szőlő- és bortermesztés a minőség szempontjából szerintem világszínvonalon áll. A piaci viszonyokat, ha nézzük, akkor az már valószínű, hogy nem olyan nagyon fényes a helyzetünk, mert elég nyomott árakon tudjuk akár a bort, akár a szőlőt értékesíteni, vagy tudták az őszi folyamán a gazdák értékesíteni. Nagyon sok tennivalónk van abban, hogy az ár-értékarányokat helyreigazítsuk, és elérjük azt a színvonalat, hogy tisztességesen meg lehessen élni egy kis, vagy egy egész kis családi gazdaságból, vagy mikrovállalkozásból is meg lehessen ebből a szakmából élni. Hála a Jóistennek, a fogyasztóknak az igényessége, azt tapasztaljuk, hogy növekszik, bár a különböző csatornákon, a nagy áruházláncokon keresztül elég sok igen-igen alacsony árubor kerül a fogyasztók elé, és hát annak a minőségét így megítélni elég nehéz, felelősségteljesen nehéz kimondani azt, hogy milyenek azok a borok, de kétségtelen az, hogy a piacnak jelentős részét ezek befolyásolják, de örömteli azért az, hogy van egy olyan fogyasztói réteg, ami már nagyon komolyan megköveteli a minőséget, és nagyon értékelendő dolog, hogy az a 25-40 éves korosztály egész komoly érdeklődés mutat már a borok fogyasztásához. Tehát a gasztronómiának nagyon fontos része lett, hogy mihez, mit ígyunk, vagy milyen italhoz, milyen ételt párosítsunk, mert ez oda-vissza működik. A Borrendek Országos Szövetsége, illetve a hegyközségek az Agrártárcával közösen hogyan tudja segíteni a szőlészborászok munkáját? Hát ugye én hadd beszéljek inkább a Borrendek Szövetsége, illetve a borrendekről. Ugye Magyarországon határainkon belül van 49 borrendünk. Ez a 49 borrend úgy átlagos, hogy körülbelül 3500 rendes tagot ölel föl. A pártoló tagjainkkal együtt a civil szervezetnek a létszáma az megközelíti a 10 000-et. És évente, ha azt mondjuk, hogy egy-egy borrendnél, csak ha 3 rendezvény van, ugye 3-szor az már 150 rendezvény, tehát majdnem minden napra jut egy-egy borrendi rendezvény, és azért a legkisebb borrendi rendezvényeken is 150-200 ember, egy nagyon nagy rendezvénye, akár több ezres létszám is részt vesz, tehát a fogyasztóknak az érdeklődését föl tudjuk kelteni. Hát most nagyon nagy feladatunk lesz, illetve feladat az egész szakmai irányításnak, amit már említettem, ez a ár-értékarány és a megélhetésnek a helyreigazítása, illetve annak a szintnek az elérése, hogy érdemes legyen újra ismételten szőlőt termelni, bort készíteni, és rá tudjuk venni a családokon belül a fiatalokat a generációváltásra. Örömmel köszöntjük ismét Székesfehérváron, hogy megtisztelte a Nóéhegyi Szent István Borlovagrendet. Hol tart ez a borlovagrend, miként látja, hiszen esztendőről esztendőre jelen van ezen az eseményen, és nyilván figyelemmel kísérje a történéseket? Hát megmondom őszintén, nagy öröm számomra, hogy évente vissza tudok kerülni ide Székesfehérvárra, akár több alkalommal is. Nagyon meleg szívvel adtunk át az előző nagymesternek egy életműdíjat, hiszen a Bognár Zoltán nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy a borrend az erre szintre fejlődjön. És hát én azt hiszem, hogy minden rendezvény saját magukról beszél, rendezvények nagyon színvonalasak, nagyon jó, és én úgy gondolom, hogy azért
a nyári szezonban megtartott rendezvények, meg turistát is vannak. Hát ugye most itt van a farsang ideje, most meg az az igazság, hogy meg kell a saját munkákat annyival becsülni, hogy meg tudjunk állni, tudjunk egy kicsit egymással beszélgetni, tudjunk egy kicsit mulatni, tudjunk a jövőről bátran álmodni azért, hogy a jelenben meg tudjunk maradni. Hát egy nagyon színvonalas rendezvény, úgyhogy én gratulálok a fehérváriaknak, és külön gratulálok azért, amit ma talán több órán keresztül a rádióban Fehérvárról hallottam a műsort, úgyhogy nagy öröm volt számomra, hogy hát a Királyok városában ilyen nagy társadalmi élet folyik. Székesfehérvár képviseletében Rót Péter alpolgármester tiszteletbeli borlovak tisztelte meg a borrend hagyományos rendezvényét, amelynek keretében az esztendő legjobb borainak neve is napvilágra került. Két hagyomány ötvöződik így ma este. Egyrészt van Székesfehérvárnak egy nagyon korai középkorban és a korai korban is gyakorolt, gyakorlatilag a 19. század végéig élő szőlőtermesztő hagyománya. Erre is emlékezünk a mai nap. Az pedig már a polgári város hagyománya, hogy a borkedvelők évről évre összegyűlnek, és hasonló rendezvényeken bodolnak a kulturált borfogyasztásnak. Székesfehérvári borrend évről évre megrendezi ezt a borbált, ahol bemutatják az év zászlós borát, és már az utóbbi években, minden évben az a zászlós bor egy történelmi eseményre, egy történelmi személyre, egy Fehérvárhoz kötődő történelmi személyre emlékeztet, így lesz majd ez idén is, és ennek a zászlós bornak a bemutatása történik majd hamarosan. Mészárovics Imre, a borlovagrend új nagymestere büszke arra, hogy a szervezeti változásokon túl sikerült megőrizni a tradíciókat, és a lovagrend borászainak szakmai munkája a záloga annak, hogy évről évre siker kíséri a Nóéhegyiek szezonját. Nekünk ez tényleg egy nagy ünnepünk, egy másfajta megközelítés miatt is, csak gondoljuk végig. Hogyha végig gondoljuk a múlt évet, és eljutottunk ideig, ez az utolsó olyan igazi megméretés, amikor már kész borokat tudunk kóstolni, nem új borcen, már tornapkor, és még sorolhatnám, hanem most igazán nyugtázzuk az elmúlt évnek a történetét a szőlészet és borászat szempontjából. Tehát ez, azt is mondhatnám, hogy borászat szempontjából ez egy utolsó finish, és egy nagy ünnep nekünk, amikor ezt az ásztos bort, tulajdonképpen is a zengőt méltatjuk ilyenkor, most már 17. alkalommal, ami nekünk tényleg nagy megtiszteltetés, és azt is szeretném mondani, hogy ez körülbelül 10 hektár területen műveljük ezt a szőlőt, a mi borászataink, és úgy gondolom én, hogy ez egy méltó ünnep ahhoz, hogy 17 éven keresztül meg tudta őrizni ez a szőlőfajt és ez a bor maga minőségét, értékeit, és ezt ma ezt ünnepeljük. Szeretném, hogyha ez tovább menne, azért azt rögtön felhívom a figyelmet rá, hogy azért 17 év alatt, ahogy csak megnézzük a környéket, a Velencetó környékét, ahol ez a szőlő is terem, és tehát ott termesztjük ezt a szőlőfajtát, és onnan készülnek ezek a finom borok, akkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy közben az élet változik, tehát változnak a szőlőfajták, a területek. Én úgy gondolom, hogy majd szépen folyamatosan, fokozatosan vizsgáljuk, és majd ha eljön az az idő, amikor majd másfajta szőlőves, másfajta borban kell gondolkodnunk, akkor azt is megtesszük. De van egy nagyon izgalmas kérdés még itt, az, hogy nem csak, hogy befejeztünk egy elmúlt évet, és ezzel mondjuk lezárjuk, megkezdjük a következő évet. Természetesen indulnak a szőlészeti munkák. Tehát ez kétféle szempontból is nagy ünnep. Egyrészt lezárjuk, másrészt megkezdjük a következő esztendőt. És én azt gondolom, hogy ez a 17 év, amit eltelt ilyen szép környezetben, mint amit ma is megtehetünk, erre mi büszkék vagyunk. Természetesen pincészeteinkkel együtt. Csóbor Balázs, a borrend főborásza beszámolójában úgy fogalmazott, a Fehér megyei szőlész borász társadalomnak nincs oka panaszra, mert a szélsőséges időjárás ellenére jó évet tudhatnak magukénak. Igen, szépen alakultak a borok, már kicsi nehezen tisztultak, ez betudható a forró száraz nyári időjárásnak, de a borok, mint nem sokára kiderül, nagyon szépen összeálltak a mai napra már. Ha összegezzük, hogy mi minden történt ebben az évben, nagyon-nagyon sok minden történt. Én azt gondolom, hogy az az új rend, ami a Nóéhegyi borrendet jellemzi, a régi hagyományokkal együtt nagyon fontos. Hogyan sikerül megújítani a borrendet? Miként látod? A borrend vezetősége újult meg, a szellemiség tovább halad,
ugyanezeket a bevett programainkat szervezzük, kicsit próbálunk fiatalítani, ifítani a lendületet. A bálon megjelent a Noé-hegyiek alapító nagymestere Bognár Zoltán is, aki másfél évtizedes regnálása alatt nagyon sokat tett a borlovagrend országos elismertségéért, amelyet nemrégiben életműdíjjal ismertek el. Úgy gondolom, hogy kitartó munkával, magasra tett mércével jutottunk el idáig, hogy egy igényes, nagyvonalú társasági eseményt tudtunk rendezni. Magasra tettük a mércét, és mindig sikerült megújulni és előrelépni. Ez volt a titkunk tulajdonképpen. Mit mozhat a Noé-hegyi borrend részére a jövő? Elsősorban a stabilitást, az új vezetést továbbra is támogatjuk, a tagság és a régi vezetés is. Az ügy mellé álltunk teljesen. Előre tudunk lépni a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségen belül, ahol egy magasan jegyzett egyesület vagyunk. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan itt Fehérváron az Öregkenyen is rengeteg dolgunk van. Kidolgoztunk erre megfelelő koncepciót. Szeretnénk ott is kapcsolódni a város által a következő jubileumi rendezvényekhez. Egy kicsit jobban beépülni még a város borkulturális életébe. A bálon a hagyományoknak megfelelően átadták a Noé-hegyi Szent István borlovagrend elismeréseit. A szakmai grémium döntése alapján 2019-ben a Székesfehérvár zászlósbora rangos címet Nadapi Zengőjével a csóborborászat érdemelte ki. Eléggé egy szakmai megerősítés, ugye tavaly is mi nyertünk a Nadapi Zengővel, és idén is sikerült nyertünk. Az idén is a Nadapi Zengő, és ismét a csóbor pincészeté. De milyen volt ez az év, hogy sikerült megvalósítani azokat a terveket, hogy ismét egy ilyen edű kerülhessen az asztalra? Ez a 2018-as év egy kicsit nehézkes volt, nagyon-nagyon meleg volt, és ezért oda kellett figyelni tényleg, hogy mikor születeljük az zengőt, de szerintem sikerült tényleg úgy leszületelnünk, egy nagyon szép damatos bort tudjunk készíteni belőle. A borbál résztvevője mulatságon is egyetértettek abban, hogy a nemes nedű termelőinek kiváló szakmai munkája biztosítja a magyar gasztronómiai kultúra elismerését Európában és a világban egyaránt. A mézlovagrendek vették birtokba pénteken a Városházteret, majd szombaton Közép-Európa legnagyobb méhészeti kiállítását és vásárát rendezték meg a Vogban. Második alkalommal rendezték meg a Fejér megyei Mézfesztivált. A találkozón 16 magyarországi, erdélyi és délvidéki mézlovagrend vendégeskedett Székesfehérváron, akik a mézkirálynő vezetésével vonultak a Városháztérre, ahol Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok köszöntötte őket. Mézlovagok is azt hirdetik, hogy milyen egészséges és milyen hatékony a méz. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy a szakmai napjuk mellett egy közönségnek szóló vásárral, bemutatóval, felvonulással is készülnek most már második éve. A Méhészek Fejér megyei Egyesülete keretein belül működő Szent István Mézlovagrend azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a méhészvásárt megelőző napon a belvárosban megrendezett mézfesztivállal a kiváló minőségű magyar méz és méhészeti termékek hírnevét öregbítsék. Az idei esztendőben is megrendeztük a Mézfesztivált, és úgy néz ki, hogy sikeresen zárul az idei rendezvényünk is. 22 kiállítóval képviseltetjük magunkat. Erdélyből is jöttek barátaink, és nagyon örülünk nekik, hogy itt tudnak árusítani, kóstoltatni mézet. Szász Mátyás a székelyföldi korondról érkezett, hogy különleges finomságaival idén is meghódítsa az érdeklődőket. 500 családos méhészet, kis családi vállalkozás, anyuka, apuka, meg jó magam csináljuk a méheket, a mézet, és a hát ilyen méz különlegességek, ami így Erdélyben elsősorban ilyen tradicionális, vagy ilyen érdekesség, az az erdei fenyőméz, havasi vegyes virágméz, galagonya mézünk van, meg nagyon sok jó termékünk, például ilyen krémmézeket készítünk, fekete áfonyás krémméz, fekete ribizlis krémméz, homoktövises, málnás krémméz, hogy ezekkel foglalkozunk. Lajos Ferencné a csíki havasok lábától Csíkpál falvára hozta el székely jó szándékkal mézeit, olyan egyedi csoda ízekben, amelyek láttán és megízlelve bizonyosan mindenki számára feldereng, hogy milyen is az édes élet Erdélyben.
Az ötletünk az ugye onnan jött, hogy férjem ő már úgy örökölte a méhészkedést, tehát édesapja is méhészettel foglalkozott, aztán pedig ő is így gondolom belenőtt, és utána kezdtünk mi is így nagyban, de nem lehetett az, hogy más valamivel is foglalkozzunk, úgyhogy így jött az ötlet, hogy aztán hagyjunk minden mást, és csak ezzel fogunk foglalkozni. A fesztiválon ez évben is nagy sikert aratott Antal István missziója, az Apiterápiás Ház, amelyet az elmúlt esztendőben ismerhettünk meg, ahol a kaptár levegővel lehet gyógyulni, méghozzá fájdalommentesen. Mindenki arra asszociál, hogy itt méhekkel történő szúrás történik, pedig nem. Ez egy teljesen békés gyógyítási módszer. Itt az úgynevezett kaptárlevegővel történik a gyógyítás. A méhek az életük során mikroszkopikus méretben a mézből, a propoliszból, a virágporból picike darabokat választanak ki, és ez a úgynevezett apiterápiás háznak a légkörébe bekering, és ottan jótékony hatással van az emberi szervezetre. A Mészfesztivál szombaton a Videoton Oktatási Központban folytatódott, immár kiegészülve a vásárral és a méhészek szakmai kiállításával. A Nemzetközi Méhész Kiállításon és Vásáron idén is több mint 100 kiállító vett részt. Székesfehérvár nevében Róth Péter alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta, a város büszke arra, hogy otthont adhat Közép-Európa legnagyobb méhész találkozójának. Úgy tűnik, mintha Fehérvár a tejelmézei folyó kanál lenne, ahol a kerítés is kolbászból van. Komolyra fordítva a szót, itt a mézet ünnepeljük, és én lelkes amatőrként állok a mézhez. Időtel idők óta a teámat mézzel iszom, nagyon szeretem a mézes kenyeret. Legjobb immunerősítő téli hónapokban a propolisz, és a virágport is egy igazi instant vitamin komplexként használom. Viszont lelkes amatőr vagyok, tehát a méhekhez igazából közöm nem nagyon volt, és nem igazán tudtam méhekről sokat. Mai napra készülve utána néztem dolgoknak, és egy megdöbbentő adattal találkoztam, hiszen azon túl, hogy a mézet a méheknek köszönhetjük, meg a propoliszt, meg a virágport, azt az adatot találtam, amit szerintem önök nálam sokkal jobban tudnak, hogy Európa élelmiszer termelésének több mint háromnegyede közvetetten a méhekhez kötődik, méheknek köszönhető. Bros Péter az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke az elmúlt években a kínai mézhamisítás és a stagnáló mézfogyasztás miatt leszálló ágba került méhésztársadalom nevében úgy fogalmazott, bizakodó, mert úrrá lehetnek a nehézségeken, és hisz abban, hogy az Európa élvonalába tartozó magyar méz ismét elnyeri a vásárlók bizalmát. Sajnos a helyzet egyre rosszabb, ki kell jelenteni. A mézcsaládszám nem ezt mutatja, tavaly az 1.300.000-et elértük, de tudni kell, hogy a mai méhészek óriási erőfeszítéssel és beruházással megpróbálják visszaállítani őszre a mézcsaládszámot, megpróbálják növelni, menekülni előre, de sajnos nem megoldás. Idén már látjuk, pedig még csak február közepe vége van, hogy óriási veszteségek vannak az országban, egyes helyeken az 50%-os veszteséget is eléri. Ezek a család elpusztulások okai már visszavezethetők nyárra. A magyar méhtársadalom nyáron, június végén, július elején az eddigi legnagyobb mércsaládpusztulást szenvedte el napraforgó kukoricavirágzás idején. Mai napig megmagyarázhatatlan okokból a kiáró méheink egyszerűen eltűntek, és sajnos ez is az eredménye, hogy a téli pusztulások ilyen magas szintűek. Azon kívül, hogy a méhészek küzdenek, hogy életbe tartsák méheiket, gyakorlatilag most már az összes kongresszusunk, mint a mai nap is lényegében arról szól, hogy hogy tudunk úgy méhészkedni, hogy a méhek életbe maradjanak. Most már lassan a méz csak egy plusz jött dolog lesz, de még nehezíti a helyzetet, hogy a nemzetközi mézpiac is összeomlott. Tudni kell mindenkinek, hogy a Magyarországon megtermett méz 2/3-át külföldön adjuk el, tehát nagyon fontos, a nemzetközi piac milyen kondíciókban van, és most gyakorlatilag az összeomlás szélén van. Teljesen érthetetlen, hogy akár 5000 dollár per tonna áron hogyan lehet mézet vásárolni. Ugye, aki ezt kiszámolja, ez körülbelül 150 forintos kilonkénti ár. Ennyiért ma mézet a világ egyetlen része sem tud előállítani, hogy valószínű ez nem méz. Sikerül-e tárgyalni az agrártárcával, segítséget kérni, illetve megoldást keresni, hiszen ez csak összefogással lehet?
Ez abszolút így van, az agrártárca maximálisan nyitott problémáinkra. Az agrárminiszter úr évelején számos bejelentést tett, amelyekkel próbálja az agrártárca mérsékelni a nyári méhpusztulásokat. Egyértelmű, hogy hosszú egyeztetést kell folytatni a gazdákkal. Az agrártárca hajlandó népszerűsíteni, terjeszteni azokat a méhkímélő növényvédelmi módszereket, amelyekkel nem károsítják a hasznos beporzóvarokat a gazdák. Tervben van egy elektronikus növényvédel permetezési napló bevezetése. Tervben van, hogy az Unióban már szigorításokat növényvédelmi szempontból adaptálja Magyarország. Tehát az agrártárca igenis velünk van. Nagyon fontos az a magyar mézjelentés, amelyet tavaly Erdős Norbert az Európai Parlamenttel elfogadtatott. Számos eleme az illetékes brüsszeli bizottságok előtt vannak, és nyilván agrárminiszterünk is a tanács ülésen erőlteti a beporzók védelmét. Egy ilyen kiállítás és vásár, illetve a hozzá kapcsolódó tanácskozás mennyiben segíthet a problémák megoldásában? Eleve segít, hiszen a probléma megoldása onnan kezdődik, hogy mi a probléma. Itt több ezer méhész találkozik ma, összeszedjük az információkat, ezeket egy csoportba rakjuk, és már is tudjuk az agrártárca irányába a súlyosságát a problémának jelezni. A meghívott előadók is közös gondolkodásra készítik a méhészeket, hiszen úgy, ahogy ön mondta, a problémákat csak közösen tudjuk megoldani. Nagy Gyula, a Méhészek Fejér megyei egyesületének elnöke, a fejlődés zálogának a minőség megőrzése mellett azokat a marketing fogásokat tartja, amelyek megismertetik a fogyasztókkal a mézgasztronómia újszerűségeit. Mennyiben is elég katasztrofális a helyzet, tehát nagyon sokan, sok méhésztől hallom, hogy egyre több méhcsaládot csuknak be, tehát tavasszal nem annyi méhcsalád lesz, mint amennyivel ősszel beteleltünk, másodszorban meg többen is vannak, akik abba hagyták, tehát most már van más munkahely, és tehát nem munkaerő fejleslet van, hanem kereslet van, és inkább visszamennek az eredeti szakmájukba. Mennyit segít egy ilyen találkozó? Hát itt igaziból a kitartó méhészek, tehát akik már régóta méhészkednek, azok jönnek el. Az újak úgy látom, hogy egyre kevesebben jönnek. Tehát a régiek viszont eljönnek, mert barátságok szövődtek, tehát itt találkoznak, tehát az ország másik végén, vagy esetleg a szomszéd országokból, és akkor itt tudnak találkozni egymással. Abban reménykedhetnek a méhészek, hogy a szaktárca segítségével talpra áll az ágazat? Hát ez nagyon összetett feladat, tehát szaktárcának a segítsége is mindenképpen kell a méhészeknek a segítsége, kell a növényvédelem részéről is segítség, mert feltehetőleg onnan is az egyik kiinduló pont, hogy ilyen gyengék a méheink. Nyerges József, a Fejér megyei méhészeti szaktanácsadó is fontosnak tartja, hogy az elmúlt esztendőkben leszálló ágba került magyar méhészet visszatérjen az eredendőhöz és megtalálja a sikerhez vezető utat. Az elmúlt év elég nehéz volt a méhészek számára. Ez látszik a mostani kiállításon is. A megszokott tömegnek kisebb százaléka van most jelen. Látjuk, hogy a méhészek nem tudják, hogy merre van előre. A tavalyi méhmérgezések, az atkavész, a viszonylag alacsony mézárak hatása meglátszik. Nem tudják a méhészek, hogy beruházzanak-e, vegyenek-e vissza, vagy mi lesz a jövőben. Itt a vásárban talán többet tudnak egymással beszélgetni, talán meghallgatják az előadásokat, és tudnak belőle olyan konzekvenciákat levonni, ami segít a jövőjük megtervezésében. Avatott szakemberként lát-e módot, lehetőséget, hogy a közeljövőben ezek a gondok megoldódjanak? Azt látjuk, hogy a magyar méz az elsősorban a magyar fogyasztónak érték. Ugye a külföldi piacon a magyar méz olyan versenytársakkal kell versenyezni, mint például Ázsia, vagy pedig olyan alacsony munkabérekkel rendelkező országokkal, mint ezek az ázsiai országok. A általunk megtervelt magas minőségű méz, amelyik az élelmiszerbiztonsági feltételeknek is megfelel, elsősorban európai, de legelsősorban ugye magyar fogyasztókat kell, hogy elérjük. Ehhez segít a mézes reggeli program, ehhez segít az, hogy a Zomba is megpróbál minél nagyobb tömegeket elérni, és a mézfogyasztást velük megismertetni, hisz azok a gyerekek is, azok a felnőttek is egyenek mézet, és kóstolják meg, akik eddig soha nem is kóstolták, hisz tudjuk, hogy a magyar embereknek az év százados hagyományában benne van a mézfogyasztás, és ezt a mézfogyasztást, hogyha meg tudjuk növelni,
a mainak a duplájára, akkor a magyar mézet a magyar fogyasztók elfogyasztják, és ez jó a fogyasztóknak, hisz egy jó minőségű unikum terméket fogyasztanak, és jó a méztársadalomnak is, hisz meg tudunk belőle élni. Lesti Kitti mézkirálynői gondolatai is azt sugallják, hogy nagyon sok munka vár a méhésztársadalom magyar reprezentánsaira. Úgy gondolom, hogy a méhésztársak és a rendezők a szívüket, lelküket beleteszik ezekbe a rendezvényekbe, és úgy gondolom, hogy ez már egy olyan légkör teremt, ami ugye egy ünneppé varázsolja ezeket az alkalmakat. Természetesen a kiállítók hozzák a saját termékeiket. Itt nem csak a mézről beszélünk, hanem az egyéb méhészeti termékekről, és ennek az egyvelege hozza létre ezt az igazi ünnepi hangulatot, hiszen a mézlovagrendek is felvonulnak, a mézkirálynő, a mézudvarhölgyek is megjelennek, és ebből adódóan nem csak egy mesár, egy mézünnep lesz, hanem egy igazi nagy ünnepi hangulatot teremtő hagyomány, amiről majd beszélünk. Mé plusz ész egyenlő méhész tartja a mondás, ennek megfelelően a közösség gondoskodó termékközpontú munkája tovább erősíti a magyar méhészeti rangját. A szakmai rendezvény kiváló lehetőség volt a termelőknek arra, hogy megosszák egymással tapasztalataikat és választ keressenek az ágazat legfontosabb kérdéseire. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!